Köszöntöm a TV 21 Ungár nézőit. Ő az, akinek megadatott, hogy a Kárpát-medence három szent helyére készíthetett emlékművet. Ilyen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a Nemzeti Összetartozás emlékműve, a Vereckei Hágón a honfoglalási emlékjel, amely már a nemzeti szimbólummá vált. Tehetségét dicséri, hogy egy ilyen elvont non-figuratív kompozíció mellett megalkotta azt a lírai hangvételű szobrot a Munkácsi várban, amely Zrínyi Ilonát és fiát, az ifjú Rákóczi Ferencet ábrázolja. Munkásságáért számos díjban és elismerésben részesült. Legutóbb a Charta 21 megbékélési mozgalom megbékélési és együttműködési díjával tüntették ki. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Matl Péter, szobrászt és grafikust. Gratulálok a díjhoz. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a gratulációt! Az immár 5 éve megrendezésre kerülő nemzetközi szobrásztábor szinte vezéreszméje a béke, az együttműködés, az országok és népek közötti hidak megalkotása. Ez a díj mint egy kitüntetése ennek a tevékenységnek. Igen, 6 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy mivel hogy kivándorol a kultúra, nagyon sok kollégám utazott el, és egy kis űrtámat itt Kárpátalján, főleg a köztéri szobroknak a megalkotásában, elhatároztam, hogy nemzetközi szobrásztáborokat fogok tervezni. Az első az Borzsaván jött létre, ilyen teljesen saját erőből. Hidi Endre barátom, meg még két nagyon tehetséges szobrász jött el, és saját anyagból, ami szerszámainkból, amit otthonról hoztunk, Csizmás Árika segítségével megtörtént a csoda, hogy 2 hét alatt 4 falu kapott köztéri szobrot. Később erre felfigyelt már a BG, a Magyar Külügy, a KMKS és támogatónk volt. Egy új koncepciót hoztunk létre, ami a falusi turizmust is fejleszti, és valahogy arról is szól, hogy itt vagyunk Kárpátalján, értékeket teremtünk, és új épített örökséget hagyunk magunk után. 5 év lefolgása alatt több mint 30 köztéri szobor készült, és megalkottuk a kárpátaljai szobor utat. Ez egy újfajta turizmus, a kultúrturizmusnak, ami lehet, hogy most be fog indulni itt Kárpátalján, az első ilyen fecskéje, amire arról szól, hogy a turista falutól faluig, szobortól szoborig megismerkedik Kárpátaljával. Olyan falvakba is elmegy, amelyek különben nincsenek benne a turista utakba, és talán egyszer majd ott is lehetőséget kap a helyiség arra, hogy ilyen irányba fejlődjön. Képzeljük el azt, hogy Ukrajna számukra, hát mondjuk egy ismeretlen hely, a világból valahonnan jönnek, Kína, India, vagy mit tudom én, valahonnan. És a számukra Kárpátalja Ukrajna. Ezt a szoborutat, most már bátran mondhatom, átlépte a szoboruta a határokat, a megye határát is, meg az ország határát is. Nagy bátran egy művet tarpára ajándékoztunk, és a vámon minden ilyen nehézségeken keresztül szépen kivittük, és ott állítottuk fel. Tehát egy bizonyítva az, hogy egy kultúrkörhöz tartozunk. Nem csak Magyarország felé szeretnénk nyitni, hanem Románia, Felvidék, Lengyelország felé. Van egy másik része a szoborútunknak, amit Magyarországon végeztünk el. Kálósemjén, Nyíregyházától 15 kilométerre levő helység, gyönyörű kúriát újítottak fel, Kálai Miklós miniszterelnök kúriáját, és ilyen történelmi helyen megszerveztük ugyanezt a szobrásztábort, csak Magyarország területén, és onnan indítottuk el a határ fele a szoborutat. Úgyhogy ez most már egy olyan 250 kilométert beutazható program és egy új látványosság.
Hát akkor méltó helyre került a megbékélési és együttműködési díj. Igen, van ennek egy kultúrmissziója is, mivel hogy külföldi művészek, igazi nemzetközi táborunk van, egész Európából, Ukrajnából eljönnek hozzánk, és megismerkednek Ukrajnával, megismerkednek a kárpátaljai magyarsággal. Élőbe láthatják azt, hogy élünk, mit képviselünk, és milyen kultúrát viszünk magunkkal. Több kijevi lembergi művész vett részt már a művésztelepünkön, akiknek teljesen más beállítottsága volt a magyarokkal szembe, a média miatt sajnos, és amikor itt voltak, akkor egyszer csak azt mondták, hogy hoppá, hát ez nem minden úgy van, ahogy nekünk ezt beadták. És most már látom, hogy mert ezek híres művészek, hallgatnak rájuk a szakmába, ők most már ezt híresztelik. Tehát van egy ilyen kapocs, egy összekötő, egy élő lánc üzenete is ennek a szobrásztábornak. Ha Matul Péter, akkor a szobrász jut mindenkinek eszébe. Ezzel ellentétben a gulágra elhurcoltak emlékére kiállítás sorozatot szervezett Popjágy címmel, és a közelmúltban Rege a csodaszarvasról mutatta be paszteljeit. Hát akkor Matul Péter nem csak szobrászművész? Hát igen, kiskoromban azzal kezdtem, hogy a könyvtárunknak a könyveiben, mivel hogy mindig kevés volt a papír, amire rajzolhatok, az első és az utolsó oldalra mindig rajzolgattam valamit. És később nagyon szerettem festeni. A szobrászat az már valamikor olyan 16-17 éves koromban kezdett úgy kialakulni bennem. Később nagyon csodálkoztak a kollégák, hogy egyszer csak faszobrokat hoztam. De ez a festészet megmaradt bennem, és találtam magam számára egy ilyen köztes állapotot, ami a grafika és a festészet között van, a pasztell. Tulajdonképpen úgy rajzolok a pasztellel, mintha olajfestékekkel festenék, mert tenyeremmel, könyökömmel, orrommal, mindennel úgy belenyúlok a képbe, szétkenem, és ilyen improvizatív munkák sikerülnek. Sok ilyen művet készítettem, időben a korábbi, ez az Arany János Rege a csodaszarvas költeménye alapján készült sorozatom, amely hát megihletett a mű, mert művészt megihlete egy másik művészeti alkotás. Mivel hogy egy eredet mondáról szól a grafikai sorozatom, megkerestem azokat a szőtes, faragott mintákat, amik az ősidőkből származtak el a néphagyományba, a mi időnkig, és azokat ösztöztem be, mint a grafika elemeit a képbe, de valahol a szöveg is megjelenik. A Popjágy sorozat az szintén egy kicsit személyes ismerettségből is alakult, mert Gulácsi Lajos püspök úr, Bendász Pista bácsit is ismertem személyesen. Ők elmesélték a történetüket. Akkor ez egy sok volt számomra, mert senki, gondolom, te se tudtál róla, hogy ezek a dolgok megtörténtek. Igen. Hazaszaladtam dédnagymamámtól megkérdezni, hogy ez tényleg volt, és azt mondja, hát igen, csak erről már nem szabad beszélni még. És később, amikor Dubka György feldolgozta ezt a témát, akkor elhatároztam, hogy megrajzolom ezt a sorozatot. Szimbolikus dolog, hogy három különböző országban rajzoltam a grafikákat. Az első 15 képet azt Székelyudvar melletti Bódon, a másik részét azt Felvidéken, Kassán, a harmadik részét itt Kárpátalján a hegyekbe, egy művésztelep alkalmával, amit a Rész Imre Társaság rendezett. Ezek a művek úgy kiömlöttek belőlem. Elolvastam azokat a visszaemlékezéseket.
szinte ablakot nyitottak előttem. Elvittük Felvidékre, Kassára, ott is nagy sikerrel mutattuk be, mert ők is ismerték ezt a témát, hát hogy ne érintettek voltak. Magyarországon több helyen volt bemutatva, és Erdélyben. Most számolgattuk a fiammal, hogy ez 29 helyszín volt összesen a 3 év alatt. A Reggel csoda szarvasról című kiállításon néhány képen feltűnt a honfoglalási, vereckei honfoglalási emlékjel. Annak milyen jelentősége volt? Azok, hogy jöttek azok a képek? 96-ban, amikor leállították az építkezést ott fent Vereckén, egyszerűen egy űrbe kerültem. Olyan űrbe, hogy munkát se kaptam, egyszerre mindenki elfelejtett, Ukrajnába is lehet, hogy pont ezért nem kaptam több munkát. És volt bennem egy belső igény, tehát tudtam, hogy alkottam egy művet, de nincs. Egy évbe, második évbe, harmadik évbe, és ezt át kellett valahogy dolgoznom nekem, mint embernek, hogy kibírjam. Hát hogy tudja egy művész magából levezetni az energiát, nem csapkod, hanem kirajzolja magából. Ajándékoztak nekem egy opusztaszerű nagy naptárt, ahol a körkép található, és kivagdostam részleteit, kollást készítettem belőle, és ilyen hatalmas nagy grafikákat, kollás grafikákat készítettem belőle. Úgyhogy magába az emlékműbe, ami ott látszik a képen, megjelenik a Feszti Árpádnak a festménye. Pici kis részletekbe. Elmostam, kinyílik be, elmosódik. Középen az oltárkő, ahol van a vérszerződés kehének a szimbóluma, ott jelenik meg a fehér ló áldozat. Na most, hát hogyha magáról a képről meséljek, egy egész sorozat készült belőle. A felső részét, a látható részét az emlékműnek levetítettem a föld alá, és így lett belőle egy szép ilyen csillag, mint ami a... Az ősi ornamentikája. Hát a Kárpát-medencei népek mindegyikének az ornamentikájában megtalálható. Ez volt az üzenete is különben az emlékműnek, hogy mindenkié. Tehát nemzetiségtől független, mert minden nemzetiségnek a motivum kincsében benne van ez a csillagminta. És hát visszatérve ehhez a díjhoz, már ott kezdődött tulajdonképpen az a gondolatom, hogy ne kivételezek a magyar kultúrával, mivel az én ereimbe is több népnek a vére csörgedez, és nem szeretnék a saját vérem ellen menni. Igen. Ezért olyan műveket készítek, amelyek valahogy ezeket az éleket megpróbálják lekerekíteni. Így évvégén mindig értékelni szoktok az elmúlt időszakot, és tervezzük a jövőt. Milyen tervei vannak Matul Péternek? Sátoralja új helyen található a Magyar Kálvária, amit még az első világháború után építettek. És oda kértek meg, hogy a kilátójára, majdnem ugyanaz a szituáció, mint Vereckén, csak a hegy közepén van egy szép kilátó, hogy arra a kilátóra tervezek egy turulmadarat. És szintén visszatérve ehhez a megbékélés témához, mert különbözőképpen lehet hozzáállni a magához, az elkészítésére, az elviségéhez a műveknek. Megpróbáltam egy olyan turulmadarat tervezni, amely nem egy agresszív madár, nem kardot markol, hanem turulmadár is, és egybe egy béke madár, egy angyal. Lehet, hogy pont ez volt az a domináns, amiért elfogadták a zsűribe a művemet, mert egy kicsit más üzenete van a jövő részére, hogy béküljünk meg. Tehát mégiscsak nemzeti szimbólum, de benne van a béke is.
Hát akkor hatalmas eszmei értéke van ennek a díjnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örömteli békés karácsonyi ünnepeket, és boldog, eredményes új évet kívánok önnek és családjának. Nézőinknek megköszönöm, hogy velünk voltak. Legyen szép napjuk, viszontlátásra!